Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 21-i szerda esti híradója kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Nő az esély. A nők álláskeresését és a munkaerőpiacra történő visszatérését szeretnék segíteni az új központok a megyében. A víz az úr. A megszokottnál csapadékosabb időjárás komoly problémákat okoz a Baja környéki földeken. Nyílt nap Paluánál. A szigeti öltözőépület felújításának részleteivel ismerkedhettek meg az érdeklődők kedden. A gyakorlatban is elindult a Család és Karrier pont Bács-Kiskun megye 3 településén, köztük Baján is. A megyei iparkamara vezetésével 2020-ig tart a program, amely során a kisebb városokban vagy falvakban élő nők álláskeresését és a munkaerőpiacra történő visszatérését segítik. A cégvezetőket pedig a rugalmas foglalkoztatás bevezetésére ösztönzik. A hazai felmérésekből látszik, hogy az elégedett munkaerő számszerűsíthetően több hasznot termel a cégnek. A vállalkozások hatékonyságát az is növelheti, ha a felek hajlandóak a rugalmas foglalkoztatásban is gondolkodni. A Bács-Kiskun megyei iparkamara legújabb programjának, vagyis a Család és Karrierpont elnevezésű központ létrehozásának az a célja, hogy a megye déli részén élő nők munkahelyszerzési esélyeit javítsa. Nagyon gyorsan változnak a szakmák, nagyon gyorsan változnak az elvárások, nagyon gyorsan változnak a körülmények, és nem biztos, hogy ők úgy érzik, hogy ennek meg tudnak felelni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy például kisgyermekesként, de vannak olyan hölgyek is, akik idősebbek, és lehet, hogy szülőt, rokont ápolnak. A munkaidejük, a felkínált munkaidő nem alkalmazkodik az ő időbeosztásukhoz, ami a hozzátartozókkal kapcsolatos, és ezért aztán hiába szeretnének ők dolgozni, nem tudják beilleszteni a saját életükbe a munkaidőt és magában a munkába járást. A dolgozni akaró nők ingyenes képzésekre járhatnak, amely során testileg és lelkileg egyaránt felkészítik őket a munkavállalásra. Itt elsősorban nem a kötött 8 órás foglalkoztatásra kell gondolni, hanem a rugalmas beosztású vagy részmunkaidős állásokra. Abban szeretnénk nekik segíteni, hogy fel tudjanak készülni a munkavállalásra. Ugye van, akinek ez könnyebben megy, részt vehetnek kompetenciafejlesztő tréningeken, például kommunikációs tréning vagy álláskeresési tréning, megtanítjuk őket önéletre azut írni, hogyha éppen erre van szükségük, vagy pedig ha esetleg valami nagyobb életvezetési probléma elé kerültek, akkor embereink nyújtanak mentorálást, tanácsadást. A délelőtti előadásokat csoportos foglalkozások követték, ahol több úgynevezett jó gyakorlatot mutattak be a megyében dolgozó cégvezetők és munkavállalók. A résztvevők szerint a mindennapokban nehéz fenntartani az egyensúlyt a munkáltató és a munkavállaló között, de itt most jó példákat láttak erre. Meg kell tanulnunk az új technikákat kezelni, hiszen a gyerekeink ott holnak a nyomunkban, és én azt mondom, hogy ezek a rugalmas munkavállalói vagy munkáltatói technikákra mindenképpen szükség van, hiszen nagyon sok minden olyan dolog változott az életünkben, ami ezt lehetővé teszi. Technika, humán erőforrás, vállalkozási formák megjelenése. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképp jó. A Bács-Kiskun megyei iparkamara tavaly nyerte el a pályázatot, jelenleg pedig az igények felmérése zajlik. Szeretnék elérni, hogy a nőknek ne kelljen választani a család és a karrier között. A 2020-ig tartó program során Baján, Kiskunhalason és Kalocsán várják az érdeklődőket a kirendeltségeken. Április közepétől indíthatja el az asszály előrejelző rendszert az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az előrejelzés célja a mezőgazdasági károk megelőzése. Évente mintegy 50 milliárd forintos kár ered az asszályból. Ez több, mint az árvízi vagy vízminőségi kár, mondta az OVF műszaki főigazgató helyettese. A szélsőséges időjárásnak köszönhetően azonban nem csak az asszály jelent gondot hazánkban. Ahogy ez a következő anyagunkból is kiderül, jelenleg a belvíz okoz problémákat. Országszerte 58 szakaszon védekeznek ellene. Ebből 7 helyen harmadfokú, 32 szakaszon másod, 19 szakaszon elsőfokú a belvízvédelmi készültség. Egyre nő a belvizes területek aránya. A február-márciusban hullott hó és eső mennyisége az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Bajai Szakmérnökségének területén elérte a 180-200 mm-t. Ez a sok évi átlag 2,5-szerese.
A felső 100 cm-es talajréteg telítődött. Emiatt jelentősen megnőtt a belvíz csatornák terhelése, a mélyfekvésű vízelvezetés nélküli területeken pedig elöntések alakultak ki. Áll a víz a Baja-Szent Istváni földeken. 265 hektáron gazdálkodik Korsós Attila, aki azt mondta, a belvízzel sújtott területeinek az aránya jelenleg mintegy 10%. Mostanában tavasszal ilyen jellegű problémánk nem volt itt lent. Az idei évben nagyon jelentős belvízzel számolhatunk. Ebben a térségben is országos viszonylatban 65 ezer hektárt érint a belvízzel sújtott területek nagysága. A belvíz miatt minimum egy hónappal késnek a munkák. A talajszerkezetet is tönkre teszi a víz, ami terméskiesést okoz. Ez milliós nagyságrendű bevételkiesést jelent, tette hozzá gazdálkodó. Elmondása szerint a környéken a többi gazdálkodónál is hasonló a helyzet. Akinek kicsit homokosabb, magasabb fekvésű a területe, annak esetleg kisebb lesz a kára, de már ott is megjelent a belvíz. Jelentős a belvíz az Alsó Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság területén, aminek a csapadék mennyiség az oka, erősítette meg a látottakat a cég osztályvezetője. Már december óta átlag feletti a lehullott mennyiség. Ez megfejelte február-márciusban 190-200 mm-es csapadék, ami a sok évi átlagnak a 2,5-szerese volt, és ez a mélyebb fekvésű lefolyástalan területeken jelentősebb elöntéseket is okozott már. Csatornák telve vannak, és a talaj is 1 méterig 100%-os teltségű. Most az igazgatóság területén felméréseink szerint 5000 hektár elöntött terület van. A bajai szakaszmérnökség területén ez a szám 1820 hektár, és 2013 óta nem volt ilyen nagy a belvíz, tette hozzá Kling István. A fő csatornákban megemelkedő belvízszinte következtében február 22-én belvízvédelmi készültséget rendeltek el a Kunszentmiklósi, majd másnap a bajai belvízvédelmi szakasz területén. Ezeken a részeken megkezdték a belvíz átemelő szivattyútelepek üzemeltetését, jelenleg 8 szivattyútelep üzemel. Az előrejelzések szerint a hét végéig szárazabb idő várható, amit ismét egy csapadékosabb időszak követhet, növelve az igazgatóság területén a belvízterhelést. Március 22-e a vízvilágnapja. A fontos dátumhoz kapcsolódóan egész héten a nélkülözhetetlen természeti kincsre igyekeznek felhívni a figyelmet Baján is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karán előadásokkal, egy tárlattal és szakmai vetélkedővel is készültek a világnap alkalmából. A víztudományi kar aulájában egy különleges kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Az idei vízvilágnapi program fő témája ugyanis a hajózás, így a szervezők a Magyar Dunatenger hajózás története című tárlatot hozták el Bajára ezen a napon. A résztvevők a különböző hajózási eszközök, kellékek mellett érdekes információkat is olvashattak a plakátokon, és a témával kapcsolatos előadásokon is részt vehettek. Nagyon fontos magának a víz jelentőségére mindig, minden évben felhívni a figyelmet, nem csak a hallgatóinak, hanem a szélesebb körben a lakosságnak is. És hát azért hoztuk létre ezt a mai napot, és azért szerveztük ezt a mai napot, ezt a kiállítást, a vetélkedőt és az előadásokat, hogy hangsúlyosabbá tegyük a víznek a jelentőségét. A kiállítás szervezőinek fő célja az anyag összeállításakor az volt, hogy emléket állítsanak az egykori magyar tengerhajózásnak. Tagja vagyok a Magyar Tengerészek Egyesületének, és ez a kiállítás anyagának a zöme, az a Magyar Tengerészek Egyesületének a tulajdona, és ott merült fel az, hogy hol kéne ilyen kiállításokat rendezni az országban, és akkor én felajánlottam, hogy itt a főiskolán szintén lehet, mivel itt elvileg vendégelőadó szoktam lenni. Hadnagy Gábor, a Magyar Tengerészek Egyesületének tagja, a kiállítása a saját tulajdonában álló tárgyakat is felajánlott. Én a magyar hajózásnál 31 évet töltöttem, még annak idején 66-ban Dunatengeri hajókkal Budapestről indultunk, mint ahogy a kiállítás anyagában is látható, hogy ez a kiállítás főleg a Dunatengerhajózás történetéről szól. Ezt egy könyvben is összefoglaltuk, a könyvben megtalálható 1200-2300 volt tengerész dolgozónak a fényképes nacionáléja. Az előadások után megkezdődhetett a vetélkedő, amelyre 5 középiskolás és 2 hallgatói csapat nevezett be.
A résztvevőknek 5 helyszínen kellett megoldaniuk a feladatokat. Az aulában például szakmai aktivitit játszhattak, a könyvtárban pedig helyes válaszok alapján kellett könyvet keresniük a fiataloknak. Ez a csapat gyorsan sikerrel is járt. Az osztályunkból 8-an neveztünk be, és hát az volt a benevezésünk oka, hogy a tanárunk felhívta a figyelmünket erre a lehetőségre, és úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne élni vele. Hogy tetszik eddig ez a nap? Nagyon érdekesnek találtuk az előadásokat, és hát kíváncsian várjuk az elkövetkezendőket. Az ENSZ 1993-ban nyilvánította a vízvilágnapjává március 22-ét, azért, hogy felhívja a szervezetek és a magánszemélyek figyelmét a víz fontosságára, a környezetvédelemre, ezen belül pedig a föld vízkészletének megóvására. Kevés és várhatóan drága lesz a gyümölcs. A márciusban többszörösen ingadozó hőmérséklet és a fagyokkal járó zord idő veszteségeket okozott az ország egyes részein, derül ki egy felmérésből. Míg a hónap elejé mínuszok a Dunántúl és a Bács-Kiskun-megyei ültetvényekben okoztak károkat, addig a hétvégi fagyhullám a keleti, észak-keleti ország részeket sújtotta. Az időjárás miatt nagy valószínűséggel kevesebb kajszi és őszi barack, valamint cseresznye teremhet idén. A hűvös idő ellenére sokan kimentek a városi piacra szerdán délelőtt. A vásárlók többsége elsősorban zöldség, gyümölcs, azon belül is körte és alma iránt érdeklődött. Utóbbiból most bőven akadt, de a februári és márciusi zord időjárásnak köszönhetően kérdéses, hogy az idei év termése milyen lesz. Én minden héten veszek almát, úgyhogy ez a gyümölcs, a téli gyümölcs, mondják, hogy egyik minél több gyümölcsöt, úgyhogy én szeretem, de... nincs semmi probléma vele, úgyhogy én meg vagyok elégedve vele. Az egyik helyi vállalkozó kamerán kívül elmondta, a hónap elejé és az elmúlt hétvégén tapasztalt fagyhullám elsősorban a barack és cseresznye ültetvényekben okozott veszteségeket. És jobbára a virágügyeket kell nézni, az is már kezd kipattani, lehet látni, hogy világzöld, duzzad, mert itt van az ideje. A tavaszi fagyok okozta károkról mesél Sugár János. A szakember szerint elsősorban a mélyebb fekvésű területeket, illetve a napsütötte ültetvényeket érintette rosszul az elmúlt hetek időjárása. A csupán néhány napig érzékelhető kellemes hőmérséklet ugyanis sok helyen megindította a virágok nedvkeringését. A hirtelen bekövetkező fagyok azonban komoly károkat okozhatnak a gyümölcsök fellazuló szöveteiben. Van, akinek volt ilyen gondja, házi kertekből tudom, hogy a falhoz közelebb lévő fája vagy bokra már megindult, és szép duzzadó rügyek voltak, a rügypikkely levél éppen csak egymás már nem fedi, tehát van egy világos zöld csík a rügypikkely levelek között, és emiatt ezekben már sajnos élet van. Na most ott, ahol lejött a -3, -5 fok, ott már bekövetkezhetett a fagy. A szakember frissen metszett vesszőkön mutatta meg, hogy néznek ki az egészséges virágrügyek. Sugár János kiemelte, a tavaszi fagyok okozta károsodás megelőzése érdekében fontos, hogy a gazdák tisztában legyenek egyes szabályokkal. Eddigi adatok szerint leginkább a legkorábban virágzó gyümölcsökben okozott kárt a tavaszi fagy. Az esetleges hosszantartó hideg hullámot azonban a többi gyümölcs, így a szilva, az alma, a körte is akár a megy is megszenvedheti. A 22 állami erdőgazdaság 2010 óta összesen 71,3 milliárd forintot fordított az erdők megújulására. Ebből 17,3 milliárdot közjóléti beruházásokra fordítottak, közölte a földművelésügyi miniszter. Magyarországon 37 új kilátó épült és 31-et újítottak fel, továbbá 26 új szálláshely jött létre, illetve 75 turista szálló és motel szépült meg. Mindezen felül 14 új látogatóközpontot alakítottak ki. Az erdőkben 13 új erdei iskolát hoztak létre és 18-at újítottak fel, így ma már az állami erdészetek 36 erdei iskolát tartanak fent, ahol évente mintegy 80 ezer diáknak nyújtanak kikapcsolódási és tanulási lehetőséget, ismertette Fazekas Sándor. Madárodúkat helyeztek ki szerdán délelőtt a Gemen ZRT pörbői ökoturisztikai központjában. A diákok a felnőttek irányításával végezték a munkát. Az erdőgazdaság a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park szakembereivel szervezte meg a programot az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából. 50 darab új odút helyeztek ki a speciális iskola diákjai a pörbői ökoturisztikai központban.
Az odukat a fákra és az erdőket védő kerítésekre szerelték fel. Hordtam az odut a helyszínre, meg segítettem azért én is valamit főadni például. Miért fontos szerinted, hogy ezeket az odukat kitegyék a fákra? Hogy jobb legyenek az madaraknak a körülménye, élet, jó éljenek. A programot az Oktatási Intézmény, az Erdőgazdaság és a Természetvédelmi Szervezetek összefogásával valósították meg. Ezt azt teszi indokoltá, hogy a kezelt erdőkbe általában az öreg fák száma az kicsi, valamint azoknak a fáknak is, amikbe odu van, ugye, mert az odut a harkályok csinálják, az odu lakó madarak, a cínegék, a légykapó, a csúszka, de ugye az üreg alakjától függ, hogy még milyen fajok jönnek bele, tehát hogy kell az üreg, amiben fészkelhetnek a madarak. Az ENSZ 2012-ben nyilvánította március 21-ét, a napi egyenlőség idejét az erdők nemzetközi napjává. Az erdőgazdaság ilyenkor a gyermekek és a felnőttek számára is kínál tartalmas, szemléletformáló programokat. Az erdők nemzetközi napjának a legfőbb célkitűzése az, hogy az erdők fontosságára fölhívja az embereknek a figyelmét, arra, hogy mi magunk is tehetünk az erdőkért, a fenntartásaért, és hogy a tartalmas gazdálkodással hogyan lehet fenntartani ezeket az erdőket, és emellett hogyan tudjuk mi magunk segíteni az erdőlakók megmaradását, például az énekes madaraknak a megmaradását ezekkel a madárodukkal. Az ENSZ határozata arra hívja fel a tagállamok figyelmét, hogy ezt a napot szenteljék az erdők és a fák megünneplésének, és szervezzenek olyan akciókat, amelyek az adott nemzet természet és társadalmi viszonyai közepette ezt a leghatékonyabban szolgálják. Most pedig kezdődik a sportpercek. Sportos estét kívánok! A Solti Tavaszkupán versenyeztek a Mogyibajai Judo Klub legifjabb sportolói. A mieink minden évben népes csapattal vesznek részt a diák és serdülő korosztály számára kiírt viadalon, ahol az idén a bajaiak összesen 5 aranyat, 6 ezüstöt és 5 bronzot nyertek, amivel a csapatversenyt a szatymaz mögött a második helyen zárták a mieink. A diák C-korcsoportban a legtechnikásabb leányversenyzőnek Szöllősi Fannit választották, míg a legtechnikásabb fiú elismerést Tiralla Péter érdemelte ki. Nyílt napot tartott a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány. Ezúttal nem a labdarúgók vagy a felszerelések voltak a középpontban, hanem a Petőfi-szigeten lévő öltözőépület. Az ingatlan felújítására ugyanis sikeresen pályázott az alapítvány. A nyílt napon a látványtervekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Kívülbelül megújul a szigeti öltözőépület. Már korábban beszámoltunk róla, hogy a LUA sikeres TAO pályázatot nyújtott be a felújításra, melynek köszönhetően önkormányzati támogatással együtt 150 millió forintból újulhat meg az ingatlan. A keddi nyílt napon a látványtervekkel is megismerkedhettek a résztvevők, akik között az önkormányzat, a tervezőiroda, az üzemeltető és az alapítvány képviselői is jelen voltak. Nagyon jó, régóta ismerem már a terveket, de apró módosítások, MLS előírásoknak megfelelően történtek, és reméljük, hogy ez az egész nem csak egy öltöző felújítás, hanem egy sportcentrumnak a létrehozása lesz. Az új ajtó is egészen biztosan halkabban csukódik majd be, de ez csak egy apróság lesz az újítások közül. A beruházás keretében az épület új külső szigetelést kap, megújul a tetőszerkezet, új nyílászárókat építenek be, valamint a belső tér is teljesen megváltozik. A jelenlegi épülethez képest több mint duplájával fog nőni a hasznos alapterületünk, majdnem 1000 négyzetméter lesz a teljes hasznos alapterület, és kialakításra kerülnek orvosi szoba, kondicionáló terem, rehabilitációs szoba, klubterem a gyerekeknek, a gyerekek tudnak tanulni, itt el tudják fogyasztani az ételt, melegítő helyiségek lesznek, már ételmelegítő helyiségek, tehát teljesen a korszerű előírásoknak megfelelő épület fog majd itt megszületni. Az új épületnek a tervek szerint nem csak a labdarúgók örülhetnek majd, hiszen más sportágak képviselői is használhatják az öltözőket és a kiszolgáló helyiségeket. A munkálatok várhatóan már az idén nyáron megkezdődnek, és mintegy 3 hónapot vesznek majd igénybe. Köszönöm szépen figyelmüket, további szép estét kívánok!
Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Nő az esély. A nők álláskeresését és a munkaerőpiacra történő visszatérését szeretnék segíteni az új központok a megyében. A víz az úr. A megszokottnál csapadékosabb időjárás komoly problémákat okoz a Baja környéki földeken. Nyílt nap a Luánál. A szigeti öltözőépület felújításának részleteivel ismerkedhettek meg az érdeklődők kedden. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Késő délután délkeleten növekszik meg a fátyol felhőzet. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél napközben főként az ország déli felén megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 2 és mínusz 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű.